Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. Kérem, hogy a felsőzsolcai férfi népdalkörrel együtt énekeljük el a himnuszt. Márai Sándor, mennyből az angyal. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtass szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világon. Meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval vigasztal. Sejempapír, zizeg, ajándék, bölcsszó fontolgat, okos szándék, csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdte. És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez soknak. Imádkoznak, vagy iszonyodnak, mert más lóg most a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország, és elmegy sok ember előtte. A katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, ki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tálba, 30 ezüst pénzért kínálta, s amit gyalázta, verte, szitta, testét ette, és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer, mert ő sem szól már, nem is vádol. Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa. Ördög hozta, vagy angyal hozta? Ki köntösére kockát vetnek, nem tudják, mit is cselekesznek, csak orrontják, nyílnak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát, mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája megáldja a szentséges pápa. És mindenrendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember. Mi árat meg itt, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik, ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság? Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A gyermek, a szamár s a pásztor. Az alomban, a jászol mellett, mikor az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák. Leheletükkel állnak strázsát. Mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal? Köszönöm Kardos Katalin előadó művész szavalatát. Felkérem Szarka Tamás polgármester urat, hogy köszöntse a megemlékező közönséget. Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent megemlékezőket. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem Csöbör Katalin országgyűlési képviselőasszonyt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1956. október 23-a egy rendkívül különleges történelmi esemény a történelmünkben. Az 56-os forradalmak gyakorlatilag egy békés tüntetéssel indultak, ahol a műegyetemisták 16 pontban megfogalmazták követelésüket. Az események leginkább Budapestre összpontosultak, és sajnos véres fordulatok is következtek be ezekben az eseményekben. De végül is a forradalom győzött. 1956 tragikumát az utána következő események hozzák. Gyakorlatilag Magyarország elárulásával november első napjain szovjet hatalmak vonultak be, szovjet katonai harckocsik vonultak be az országba. Igen, Magyarország a világ talán legnagyobb, akkor a világ legnagyobb katonai hatalmával állt háborúban. Sajnos a döntő túlerővel szemben nem győzhetett. Viszont azok a forradalmárok, akik 1956. október 23-án az utcára vonultak, a nemzet függetlenségéért tették. Említettem, hogy különleges a magyar történelemben. Talán nincs még egy olyan történelmi eseményünk, ahol bő 3 tized elteltével az esemény minősítése megváltozik. Ugyanis csak a rendszerváltozás után derültek fény azokra a statisztikákra, ahol láthatjuk azt, hogy több százezren elhagyták az országot, több száz embert kivégeztek, és több ezer ember esett áldozatul az 56-os forradalmi eseményeknek. Azok a forradalmárok, akik a nemzet függetlenségért, Magyarország függetlenségért vonultak az utcára, hősök voltak. Fontos, hogy napjainkban ezek az emberek példaképpen álljanak előttünk, hiszen nekik köszönhetjük, hogy a demokratikus államalapítás kezdetét vette 1956-ban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelet a hősöknek! Köszönöm szépen! Köszönöm Szarka Tamás polgármester úrnak a köszöntést. Nagy tisztelettel köszöntöm Csöbör Katalint, választókerületünk országgyűlési képviselőjét. Kérem, mondja el az ünnepi beszédet. Igen, tisztelt felsőzsolcai ünneplő és emlékező gyülekezet. Szeretettel köszöntöm az egyházak méltóságait, polgármester urat, a felsőzsolcai önkormányzat képviselőit, és minden kedves megjelentet. 1956 sokaknak csak egy dátum, egy évszám,
de nekünk magyaroknak sokkal, de sokkal több annál. Egy európai kisország, nemzet, 20. századi történelmének felejthetetlen és megkerülhetetlen történésének legtömörebb összefoglalója. 1956. október és decembere a legnemesebb szabadságeszmény remélt megvalósulásának az ideje. És 1956 egy kommunista diktatúrába kényszerített ország népének a szembefordulása a hatalmon lévőkkel. És 1956 a meghajlított gerinc kiegyenesedése. És 1956 a népből ismét nemzetté válásának az időszaka. Sok ezren, majd több tízezren, több százezren kiáltották egyszerre, hogy ruszkik haza! És ez a mondat volt a közös nevező. Ez a követelés volt, amellyel mindenki kivétel nélkül egyetértett. Egyetértettek a munkások, a parasztok, a katonák, a tanárok, a diákok, a postás, a vasutas, a bolti eladó, mindenki. A tisztelt ünneplők, egy nemzeti ünnep valami keveset érne, ha csupán egy tisztelgésből, vagy csak egy főhajtásból állna. Mert ahogy távolodunk az eseményektől, úgy válna köddé 1848 vagy 1956 forradalma. Az ünnep titka abban rejlik, hogy megemlékezünk a hőseinkről, és példaként állítjuk magunk elé, és a jövő nemzedéke elé. Mert 1956-ban habozás és mellébeszélés nélkül tódultak az utcára, és feltámasztották ismét az 1848-as forradalmat, szabadságharcot. És tisztelt ünneplők, a forradalmárok bátrak voltak, öntudatosak voltak, akaratuk volt. De engedjék meg, hogy emellett egy kis érdekességre hívjam fel a figyelmet, mert 1956. november első hetében, amikor úgy tűnt, hogy győz a forradalom, akkor az emberek arra buzdították egymást, hogy november 5-én mindenki menjen vissza dolgozni, és mutassuk meg a világnak, hogy nincs itt semmiféle polgárháború. Éget bennük a tenni akarás. Újjá akarták építeni az országot, miután kivívták a szabadságot. Nagyon nehéz helyzetben voltak, nehéz időszak volt, harcoltak, nélkülöztek, és mégis abban a két hétben boldogok voltak. Volt, aki fegyvert fogott, volt, aki főzött, volt, aki a családját vigyázta, de felejthetetlen egység volt. És mindez példátlan, soha nem tapasztalt összefogással, összefonódással párosult. Az emberek egymást magyar testvéreknek szólították az utcán. És ez az öröm máig sugárzik az 56-osok arcáról. Tisztelt felsőzsolcaik, kedves ünneplők! 65 év ugyan nagyon távolinak tűnik, de valójában nem is olyan távoli. Hiszen az idegen hatalmak a hazai helytartóikkal most nem tankokkal támadnak bennünket, és nekünk nem is molotov koktélokkal kell védekeznünk. Alattomos eszközökkel és módszerekkel támadnak az idegen hatalmak a hazai szövetségeseikkel és helytartóikkal, és nekünk pedig fel kell vennünk a harcot, mert meg akarják törni a nemzeti függetlenségünket. Ki akarják nyitni a kapukat az új honfoglalók előtt, és meleg propagandát akarnak terjeszteni a kisgyermekeink körében. Sőt, most már azt is követelik és akarják, hogy a rezsiárakat is emeljük meg. Csak hogy tisztelt ünneplők, mi nem ilyen Magyarországon akarunk élni, mert nekünk 56 népe az iránytűnk.
Mi építeni akarjuk Magyarországot. Ezért építettük meg a Miskolc-Kassa autópályát, és ezért építjük Miskolcon az Y-hidat is. És ezért támogatjuk a családokat többféleképpen is. És ezért tudjuk a személyi jövedelemadót visszafizetni a gyermekeket nevelő szülőknek. És a jó gazdaságunknak következtében ezért tudjuk a rezsiárakat alacsonyan tartani. És ezért tudjuk a nyugdíjakat emelni, és nyugdíjprémiumot is adni. Tisztelt ünneplők, nekünk ma az a feladatunk, hogy a saját utunkat járjuk. Hogy a mi magyarok a magyar utunkat járjuk. És legyen ebben nekünk példa 1956 Magyarországa. Legyen örök dicsőség a hősöknek. Köszönöm. Csöbör Katalin választókerületünk országgyűlési képviselője és Szarka Tamás Felső Zsolca város polgármestere. Óvoda. Yeah.
katolikus általános iskola. És a Felső Zsolca Nyugdíjas Klub. Demokrata Néppárt, Felső Zsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár, tisztelt Hölgyeim és Uraim, honfitársaim! Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából a négy település önkormányzatai nevében tisztelettel köszöntünk mindenkit. Külön tisztelettel köszöntjük a négy település polgármestereit, alpolgármestereit. Köszöntöm Schwab Antal urat, Szikszóváros polgármesterét. Dr. Madzin Tibor urat, Ongaváros polgármesterét. Szarka Tamás urat, Felső Zsolca város polgármesterét. Horváth Attila urat, Arnót község alpolgármesterét. Köszöntöm továbbá a képviselőtestületek tagjait, a civil szervezetek, egyházak vezetőit, a fellépőket.
A mostani ünnepségre és az immár közel 20 éves hagyományoknak megfelelően emlékfutást rendezett a 4 önkormányzat, amelyen láthatjuk, hogy milyen sokan vettek részt. Valamennyi futót tisztelettel köszöntjük, és gratulálunk célba érkezésükhöz. Sokan itt voltunk tavaly, június 4-én a trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen, ahol a 4 település önkormányzata egy ünnepség keretében akkor adta át az új emlékoszlopot, amelyre most előzetesen elhelyeztük az emlékezés koszorúját. Tisztelt megemlékezők! Ma a forradalom és szabadságharc évfordulóját ünnepeljük. 1956-ban forradalom tört ki Magyarországon az embertelen, megalázó, elnyomó kommunista diktatúra ellen. Ugyanakkor az események szabadságharcba torkoltak, hiszen hazánkat idegen hatalmak csapatai fenyegették. Sajnos egyik sem hozott közvetlen sikert, viszont a 60-as, 70-es, 80-as években a forradalom következményeként lazult az elnyomás, és a rendszerváltás után hazánk kivégte függetlenségét is. Tehát 1956 nem volt hiába való. Ünnepségünk kezdetén a déli harangszóként az Arnóti temetői lélekharangot hallhattuk. Most tisztelettel megkérem a kedves egybegyülteket, hogy a szikszói református énekkar közreműködésével énekeljük el nemzetünk imádságát, a himnuszt. Tisztelettel felkérem Szikszóváros polgármesterét, Schwab Antal urat ünnepi beszéde megtartására. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelt polgármester urak, alpolgármester urak, kedves Arnóti, Felsőzsolcai, Bongai és Szikszói ünneplők! Az 56 az egy bűvös szám a magyar történelemben. 1456 a nándorfehérvári diadal. 1556 5. Károly után a Habsburgház két részre szakad. 1656-ban Lipót magyar király cseh királlyá válik. 1756-ban Mária Terézia háborút indít Szilézia ellen. És ki gondolta volna a márciusi ifjak a Pilvax kávéházban résztvevők közül, hogy 1848-49 után még jó néhány évvel 1856-ban is folytatódnak a megtorlások, hogy aztán eljussunk még 100 évvel később 1956-ig. 56-ra immár
65 éve emlékezünk. Lassan annyi idő telik el, hogy csak a legidősebbek lehettek tanúi, személyesen az eseményeknek pedig szinte alig valaki közülünk, aki már igazán tanúi lehetett az eseményeknek. De nem felejtünk, és minden évben emlékezünk. Mire? Arra, hogy az 56-os forradalom nem volt más, mint a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharc, amikor a budapesti diákok békés tüntetéssel kezdték a napot, és amely eseménysorozat a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával november 11-én ért véget. Az október 23-ai felkelés a szovjet csapatok kivonulásának megkezdésével, a több pártrendszer visszaállításával és az ország demokratikus alakulásának megkezdésével indult. Angyal, mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez soknak. Imádkoznak, vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népek Krisztusa, Magyarország. Csupán 12 napig élt a boldogság és a remény. November 4-én hajnalban a szovjet csapatok hadüzenet nélkül háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalanul nagy túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősies küzdelmet, de végül elbukott. A harcokban 2000-en és többen hunytak el. 200 000 fölött hagyták el az országot, amely a lakosság 2%-a volt. Itt most, a Turultetőn, én már 400-a ünneplünk turulfutással. Nagy köszönet illeti mindazokat, akik évről évre részt vesznek benne, azokat, akik a hagyományt valamikor elkezdték, akik ápolták, folytatták, és azoknak, akik ma is itt vannak, és együtt ünneplünk itt, a megye történelmi meccéspontján találkozva. Nagyszerű esemény ez, hiszen itt a legfiatalabbak már úgy érkeznek ide, hogy mi nem is éltek akkor, amikor elődeik már szintén ezen ünnep előtt tisztelegve turulfutással adóztak a hősök emlékének. Arnót, Felső Zsolca, Onga és Szikszó. Arnót, 1956. október 26-a. Arnót község dolgozói nevében a legteljesebb mértékben csatlakozunk megyénk munkásságának és diákságának követeléseihez, és azok azonnali megvalósításához. Kérjük a beszolgáltatási rendszer megszüntetését, kérjük az adóztatás felülvizsgálatát, az igazságos adóztatást. Csatlakozzunk a munkás-diák, földmunkás és a néphez hű értelmiségiek mozgalmához. Onga. Ongán legelőször az állami gazdaságban volt foganatja a fővárosi eseményeknek. 1956. október 26-án az ongói-folói állami gazdaság dolgozói feltörték a gazdaság pártirodáját, az ott talált iratokat kiszorták, a vörös csillagot leverték, a vörös zászlót elégették. Ezután megválasztották a 13 tagú üzemi munkás tanácsukat. Felső Zsolca. Október 25-e, ahol a Dimávak dolgozói által 21 pontban összefoglalt követeléseket továbbiakkal egészítették ki. Követeljük, hogy a teherviselésben és a támogatásban egyenlő elbírálás alá kerüljön az egyéni gazdálkodás a szociálissal. A beadási rendszer teljes megszüntetését, követeljük a kuláklista teljes eltörlését és ezzel a parasztság között a megkülönböztető bánásmód megszüntetését. Szikszó. Október 26-án egy 20-25 fős fegyveres csoport leverte az emlékműről a vörös csillagot, ezek után felvetődött a munkástanács megalakításának az ötlete. A tanács megalakult, ahol a városháza előtt 1000-1500 fős tömegnek mondott beszédet dr. Zombori Lajos, aki 1945 előtt a település jegyzője volt. Tisztelt emlékezők! Köszönöm, hogy az idén is fejet hajtunk a hősök előtt, hogy emlékezünk a magyar nemzet igazságérzetére, összetartozásunkra.
a több ezer ártatlan áldozatra, a több százezer hazáját vesztett magyarra. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a költő, a szamás, a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák. Lehelettükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal. Kedves vendégek, az idei ünnepségünk akár különlegesnek is nevezhető, hiszen a közel 20 év után első alkalommal kerül sor a négy település közös finanszírozása által egy hazafias rockkoncertre. A Budapesti Historika Együttes tagjait, énekesét nagy tisztelettel köszöntjük ünnepségünkön. Thank you.
Nézze, hát 56-ban olyan sok érte a világot, mármint Magyarországon az embereket, hogy mindenkire nagy hatással van, természetesen a művészekre is. Tehát 56 az tulajdonképpen az ország utána való történetének alapja. Ezért természetes, hogy minden művészetben jelentkezik a 56-nak emléke, illetve hatása. Egyik ilyen szerintem meglehetősen jelentős jelentkezés ez a kiállítás, Varga Csaba kiállítása, amelyik arra utal, hogy sikerült találni egy olyan technikai lehetőséget, ez az úgynevezett lentikuláris technika, ami arra alkalmas, hogy tulajdonképpen egy helyen egyszerre két kép legyen. 72-es születésű vagyok, úgyhogy az még messze volt, de mindenképpen ugye a források megvoltak, tehát utána olvastam 56-nak, szóval megelőzte egy kutató munka, mert ugye azért ezt a képek mellett ugye én röplap idézetekkel is foglalkoztam, ugye a könyvemben az egyik oldalon röplap idézetek vannak, úgyhogy az is egy külön munka volt a fotózás mellett, hogy ezeket a röplap idézeteket összeszedjem, és kronológiai sorrendbe állítsuk őket, ahogyan az események történtek. Melyik volt a forradalomhoz tartozó röplap idézet, melyik volt az ellenforradalomhoz, vagy hát idézőjelbe téve, ugye, mert ugye nem csak a forradalmárok üzengettek egymásnak, hanem a másik oldal is próbálta ezt aláásni olyan szövegekkel, olyan röplap idézetekkel, hanem másik oldalt erősítette, tehát ugye próbálták lejárni a forradalmat, megakadályozni. Varga Csaba meg tudta csinálni azt, hogy előkeresni régi 56-os képeket, ő akkor azt hiszem még nem is élt 1956-ban, előkeresve olyan régi képeket, a nagy részét a Fortepán gyűjteményből, megkereste a mai helyzetben ugyanazokat a helyszíneket, ahol azok a felvételek eredetileg készültek, és ezzel a lentikuláris technikával egyesíteni tudta tulajdonképpen egy képben, de ez az egy kép olyan, hogyha kicsit jobbra mozdulunk, vagy kicsit balra mozdulunk, akkor egymással után időben eltolva látjuk a régi képet, meg az új képet ugyanott. Nagyon érdekes ez, és arra figyelmezteti az embert, hogy mi most ugyan ebben a színes világban élünk, de 56-ban ugyanez a hely nézett ki. A fotoművésznek van felelőssége abban, hogy a múltat és a emlékeket, a történelmi hűséget megőrizze? Hát az az igazság, hogy mindenkinek van felelőssége ebben. Különösen nagy felelőssége van egy művésznek, akár költő, akár irodalmár, író, akár például fotóművész. A fotóművésznek talán az átlagosnál nagyobbak a lehetősége, hogy kifejezze ezt a fajta kötelességét, hogy igen, egy mai embernek, egy mai felnőttnek kötelessége 56 eseményeit tudatni és 56 tanulságát tudatni a világgal, minél nagyobb környezetben, de feltétlenül a közvetlen környezetével, a családjával és a faluval például, ahol ez a kiállítást megnevezik. Mit kell tudni erről a technológiáról, technikáról, amivel ez készül? Ugye ezek a fényképek, amik a fényképek maga, az egy több hónapos munkának az eredménye. Ugye volt egy anyagom, egy 56-ban készült fotósok által megfotózott fekete-fehér anyag, amivel tudtam dolgozni, ez kb. 150 kép válogatás jelentett. Ez a Fortepan archívumából származó képanyag, 56-os képanyag, fekete-fehérben. És az én célom az volt, hogy ezek közül a képek közül kb. Olyan 100-at lefotózzak Budapest utcáin, azokat az utca részleteket, azokat az épületeket, amiket ugye a fekete-fehér fénykép ábrázol, ugyanabból a szögből, ugyanazzal a módszerrel, ugyanazzal a gyújtó távolsággal lehetőleg. Így aztán kimentem egy fényképezőgéppel a kezembe először, és vittem magammal egy nyomtatást, hogy akkor megtaláljam az utca részletet. Az első nehézség rögtön ez volt, hogy
hogy nem pont azt az épületet találtam meg, vagy nem, azt a, nem abból a szögből fotóztam. És nagyon ráértem, amikor hazamentem, és a két képet egymásra akartam illeszteni, hogy ez így nem fog működni, mert pont nem úgy passzolnak a sarkok és az épület. Nem. Nekem az volt a célom, hogy pontosan ugyanazt a képet kapjam meg. Úgyhogy visszamentem az utcára ugyanazzal a képpel, és aztán elkezdtem úgy próbálkozni, hogy meg kell, akkor már rájöttem, hogy utótávolságot meg kell találnom az objektívet, amivel 56-ban fotózott, vagy azt a perspektívát megtalálni, és pontosan azt a pontot, ahol a 56-ban a fotós állt. Hát, hogyha nem ugyanoda állok, akkor már az arányok eltolódnak. Akkor már egy-egy épületrészlet fedésbe kerül, és nem úgy fog passzolni a két kép egymáshoz. Úgyhogy az elején ez igazán azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fél napot is igénybe vett, mire oda tudtam állni, és meg tudtam találni ezt a pontot. Nyilván a századék képnél már ez könnyebben ment, akkor már gyorsan fölnéztem, és láttam azt az épületrészletet, megtaláltam, hopp, beálltam, akkor már mondjuk így ilyen 5-10 perc alatt meg volt egy fénykép. Tehát csak hogy így, igazán ez egy ilyen túra is volt, egy ilyen Budapest fotótúra, mert hogy rengeteget kellett hozzágyalogolni, megtalálni a helyszínt, logisztikát kellett, vagy egy ilyen útvonaltervet kellett készítenem, hogy egy nap melyik környéket járom be. Ugye viszonylag azért szűk volt az a terület, amin haladtam, ugye a körút, kiskörút, nagykörút, illetve a ezek az ikonikus helyi 56-nak is, mint a fényképek ábrázoltak, de azért ezek nagy távolságok akkor, hogyha A pontból B pontba nem úgy megyek, hogy közben érintek olyan szakaszokat is, ahol még tudok fotózni. Mi az üzenet ennek a tárlatnak? Hát inkább én azt mondanám, hogy ugye 56-nak és a mai kornak egy olyan bemutatása, a mai állapotának az épületnek, az utcarészletnek, amitől, hogyha a lentikuláris technikát nézzük, ami egy picit átkerülhetünk 56-ba, hogy 56 átjön a jelenbe. Tehát ezért is a kiállításnak is az a neve, hogy 56 múlt és jelen képes időutazás, hogy a néző valóban egy időutazáson vegyen részt. Tehát amikor nézzük az 56-os képet, és egyszer csak átváltozik a kép, és megváltozik, és már a mai épületet látjuk, ezzel egy hangulatot is hozunk elő, előhozzuk 56 hangulatát egy picit, előhozzuk az emlékeket a tanulmányainkból, vagy akár aki ezt a képet nézi, és történelmel foglalkozik, vagy nem foglalkozik a történelemmel, hanem csak ennek az aktualitása, október 23-ának egy ünnepnek az aktualitása és egy kiállítás. Tehát mindenképpen egy időutazás az, amire csalogat ez a kiállítás. Útból jelenbe, és jelenből a múlva. A fotográfus nem elégedett meg azzal, hogy nagyjából szerepeljen a helyszín, hanem megkereste azt a helyet egész pontosan, ahonnan az eredeti fotók alkotója döntő részben Nagy Gyula készítette a fényképet. A frontális odafordulással, azzal, hogy beleállunk az 1956-os magyarok lábanyomába, és az ő szemünkkel próbáljuk nézni azt, amiben most élünk, így képesek lehetünk jobban megérteni, még inkább jobban megélni őket, az ő helyzetüket. Felkérem Szarka Tamás polgármester urat, hogy köszöntse a megjelenteket. Igyekszem rövidre fogni, mert itt már a pár kép betekintést nyertem, és hát annyira magával ragad a helyiség, illetve ezek a fényképek, hogy mindenféleképpen erre kell, hogy fókuszáljunk és minél több időt töltsünk el ezeket a képek előtt. 1956. október 23-a egy forradalom volt, egy sikeres forradalom, és ahogy itt körbeutazunk és látjuk majd a fényképeken, természetesen az a negatív hatása, az a 23-a után nem várt események, a megtorlás is megmutatkozik ezeken a fényképeken, ami az akkori Magyarországot jellemezte. Ugye tényleg egy időutazásnak lehetünk részesei, hanem hiszen ahogy a fényképeket figyeljük, akkor a mai kornak megfelelő állapot egyik oldalról, másik oldalról az 56-os állapotot tükrözi. Mindenféleképpen egy különleges élmény az, aki végignézi ezeket a képeket.
Én büszke vagyok arra, és köszönöm Pap Ferenc úrnak a közbenjárását és a segítségét, hogy a képművész úr itt lehet most Felsőzsolcán, és mi itt, akik ellátogatnak ide a Bárcai kastélyba, részesei lehetünk ennek az ős bemutatónak, hiszen ilyen formában, ilyen összetételben ezek a képek első alkalommal jelennek meg a közönség elé. Úgyhogy én mindenkinek kellemes időtöltést kívánok erre a időutazásra, és érezzék jól magukat, hiszen egy rendkívül különleges kiállításon lehet mindenkit Felsőzsolcán. Köszönöm szépen!